Forog. Hát jó reggelt, vagy délutánt, vagy estét, vagy éjszakát, tisztelt hallgatósága. Nem voltunk igazán fölkészülve arra, hogy ilyen egészen szokatlan módokat találjunk ki, hogy hogy folytassuk az egyetemi tanítást. Szerintem mindannyian tudják, hogy most egyelőre személyes kontaktusra nem lesz lehetőség. Úgyhogy minimálisan is ennek és a következő hétnek az előadásait azt videón fogom tudni eljuttatni. Utána két hét szünet jön, és azután majd meglátjuk, hogy helyreáll-e a korábbi rend, vagy pedig szintén videón. Még az se kizárt, hogy adott esetben a valós időben, tehát úgy tudnám tartani az előadást, hogy akkor be tudjanak kapcsolódni. Talán az annyiból jobb lenne, hogy akkor könnyebben veszi rá az ember magát, hogy végighallgassa az előadást, mint hogyha hogy ott van valami anyag, de hát ehhez rá kéne szállni másfél órát. Na minden esetre akkor lépünk tovább a filozófia történet legfontosabb állomásainak a végigvételében. Ennek a mostani előadásnak gyakorlatilag két fő fejezete lesz. Az egyik az kifejezetten Aquinói Tamásról fog szólni, akit általában úgy tartanak nyilván, mint a középkori filozófiának a legnagyobb mesterét. És a másik fejezet pedig már a középkori filozófiának, hát bizonyos értelemben lehet mondani, hogy az alkonyáról szól, a 14. századi angol nominalista filozófiáról, illetve annak az előkészítéséről, de hát mondjuk ez megítélés kérdése, mert úgy is lehet tekinteni, hogy ez tovább vezet már újabb gondolkodói tájak felé. Már azt hiszem egyszer utaltam arra, hogy ha van olyan rész abban az egész nyugati filozófiai 2500 éves hagyományban, amelynek a megítélése kapcsán elég nagy különbségek vannak, mármint a jelentőségét tekintve, az éppen a középkori filozófia. Ugye ezt ismét mondom, és ez egy nagyon hangsúlyos tény, hogy a különben legkülönbözőbb filozófiai elgondolásokat magukével tevő filozófusok, amikor filozófia történetet írnak, akkor abban körülbelül ugyanazok a figurák jelennek meg, és hozzá még eléggé hasonló mennyiségben is. Tehát nem nagyon lehet olyan filozófia történetet találni, amiben ellenne ott az egész antik filozófiának, mint a, nem tudom én, az első nagy része a filozófiának, és akkor ott preszokratikusok, és Arisztotelész, Pláton Arisztotelészszel, és utána kisebb súlyod a hellenista filozófiával, és ugyanígy lesz majd ez a modern vagy újkori filozófiánál is. Na most ezzel szemben az, hogy a középkori filozófiára mennyi időt szánunk, milyen súlya, milyen jelentősége van, ennek a megítélésében vannak eléggé nagy eltérések. Tehát ezt lehet úgy is gondolni, hogy ez tulajdonképpen a másik kettőhöz hasonló súlyú, nagyságú jelentőségi korszakot jelent a filozófia történetében, és úgy is lehet tekinteni, hogy azért ez nem bír avval a súlyjal és jelentőséggel. Hát erre már az előző előadásban utaltam, hogy én tulajdonképpen inkább a másodikkal értek egyet, és hát akkor azt tettem hozzá, hogy természetesen azért annak az értékei, és stb. Azokat mind el kell ismerni. Hát most viszont fogok egy még sokkal cifrábbat mondani. Most azt fogom mondani, hogy akiről most beszélendő vagyok, Aquinói Tamás, tulajdonképpen majdnem az egyetlen olyan filozófus, akit nem szeretek. Mármint hát itt most nyilván a nagy, a legfontosabb személyiségekről, hogyha beszélünk, akkor azt mondom, hogy nem szeretem Aquinói Tamást. Na most, hogyha nagyon röviden kéne azt megmondanom, hogy miért nem, akkor egy mondata miatt, ami természetesen hát az egész filozófiájára a fényt vet. Ugye írt egy olyat Aquinói Tamás, hogy az, amiért feltétlenül hálát adok az Istennek, az az, hogy minden mondatot megértettem, amit életemben olvastam. Na és nekem meg az az alapvető tapasztalatom a filozófia, hogy én nem értem.
Én újra és újra nem értem azt, amit olvasok. Na most persze, ugye, szoktam mondani, ilyenkor még végig is lehetne kérdezgetni, mert leszoktam tolni a hallgatókat, hogy miért olyan gyávák, hogy nem mondják mindjárt azt, hogy hát tanár úr esetleg ennek az az oka, hogy a tanár úr egy kicsit ugye szellemileg gyengécske ahhoz, hogy megértse Aquinói Tamást. Na most minden bizonnyal Aquinói Tamás nagy-nagy messzeségben van fölöttem szellemileg, csak hogy ez mégsem kielégítő válasz arra, hogy én miért gondolom így. Mert tudok olyan valakit is, aki Aquinói Tamás szintjén volt, és mégis körülbelül ugyanazt mondta, mint amit én. Hogy hívták? Szokratész. Aki ugye azt mondta, hogy ő nem is érti, hogy hogy mondhatta azt a Pütia, hogy ő a legokosabb görög, amikor ő semmit nem tud. Na már most, tehát arról van szó, hogy gondolkodói attitűdökről van szó, és még többről, mint gondolkodói attitűdről, ezek egyúttal jelentenek bizonyos filozófia történeti időszaknak, korszaknak alapvető jellegét is meghatározó attitűdöt. Amikor Szókratészről van szó, és egyébként azért a többsége a meghatározó személyiségeknek a filozófia történetben, az azért olyan fontos, mert valami egészen újat, valami olyasmit hoz be a gondolkozásba, amiről senki korábban nem gondolt. Sőt, azt hiszem már mondtam valamelyik korábbi előadásban, hogy a legnagyobb teljesítmények azok, amikor valaki valami egészen hajmeresztő bolondságot mond. Valami olyasmit, aminek az ellentéte teljesen evidens volt mindenki számára. Egyetlen példát mondjak, mert ezt már vettük, amikor azt mondja Platón, hogy ez nem úgy van, hogy az a valóság, amit megfogok, látok, érzek, itt van az orromban. Nem. Hanem barlanghasonlat, hogy is van? Az olyan, mint egy átkép. És a valóság ezzel szemben valahol egészen másutt van azokban a gondolatokban, fogalmakban, ideákban, amelyeknek azok csak valamilyen halvány tükröződései. Na most ez így lesz a filozófia történetben más fontos pontokon is, hogy általában az újdonság valami forradalmian új, ami naggyá tesz egy filozófust. Na már most Aquinói Tamás esetében nem erről van szó, hanem arról van szó sokkal inkább, hogy ő a lezárója egy hatalmas nagy folyamat. Egy olyan folyamatnak, amelyet, hogyha minden áron a legkezdetétől akarunk nézni, akkor akár úgy is mondhatnánk, hogy Nagy Sándorral kezdődik. Azzal, amikor létrejön az a hatalmas szimbiózis a görög kultúra és a keleti kultúrák között. Ugye tetszenek emlékezni, mit mondtunk? Nagyon nyilvánvaló, plakatív módon a kezünkben van ez a kettőség, hogyha megnézzük a Bibliát, amelynek ugye az ószövetségi részét héberül írták egy sémi nyelven, tehát egy keleti nyelven, az új szövetség pedig görögül áll rendelkezésre. Ott van ez a szimbiózis. Na most két kultúrának ez a keveredése, ez egy hihetetlen hosszú folyamat. Két egyébként nagyon karakteres és különböző karakterekkel bíró világ gondolkozásmód az, aminek az összeolvadása fog sok szempontból ez történik a hellenizmus korában, és aztán ez történik a teológiai és filozófiai gondolkozásban is, és bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy ennek a hatalmas folyamatnak a betetőződése Aquinói Tamásnak a filozófiája, amelyben most már kicsit szűkebb értelemben a nyugati filozófiáról beszélve, azt mondhatjuk, hogy az a középkori filozófiai nagy program teljesedik be, hogy az antik filozófiai hagyományt összehozni a keresztény hitnek az alapvető tanításaival. Na most ez az óriási munka az, amelyik, hát így mondhatjuk, hogy egy egészen hatalmas, csodálatos rendszerbe fog ötvöződni Aquinói Tamásnak a filozófiájában. Na most ez mit jelent visszakapcsolódva ahhoz a bizonyos első mondathoz, ami engem annyira felháborít? Az ugye azt jelenti, hogy igen, lehet úgy olvasni, hogy minden egyes mondatban megtaláljon azt a pontot, azt a kapcsolópontot, amin keresztül az beleépíthető abba a rendszerbe, amit én összehoztam. És ugyanazokat a mondatokat lehet úgy olvasni,
hogy az ember arra van kiélezve, hogy mi az, ami kivezet, ami továbbvisz, ami elvisz abból, ami már tudott, ami megszokott, ahogy természetes módon értelmeznénk, hogy hol jelenik meg ott abban valami másnak, valami tovább menőnek a levegője. Na, tehát valóban arról van szó, hogy ugyanazokat a szövegeket ebben az értelemben is lehet kétféleképpen olvasni, és az, aki inkább az innovatív gondolkozáshoz vonzódik, annak a számára esetleg kevésbé szimpatikus az a fajta gondolkozásmód, amely pedig egy óriási rendszert épít. Na most már pedig nem kétséges, hogy a filozófia történetének az egyik hatalmas rendszerépítője az Aquinói Tamás volt. Azt szokták mondani, hogy talán csak Arisztotelész és Hegel az, aki hozzá mérhető ebben az értelemben. Hát azért a kis ördög hagyd bújjon belém annyira, hogy azt mondja, hogy de Arisztotelész és Hegel az ugyanakkor az innovativitásban is a legnagyobbak közé tartozott, amit én azt hiszem, hogy azért Aquinói Tamásról nem lehet elmondani. Ezzel együtt nem vonható kétségbe az a hatalmas teljesítmény, amit az ő filozófiája és egyébként természetesen teológiája is jelent. Még egy gondolat ehhez, hogy a rendszer, a nagy rendszer. Hát azért ennek volt egy történelmi, szociológiai, tudásszociológiai helye is, hát abban az értelemben, hogy az egyháznak a hivatalos tanítója lett. Tehát azt mondhatjuk, hogy évszázadokon keresztül mindenki másnál nagyobb mértékben formálta a katolikus egyháznak a tanítását, teológiai és filozófiai tanítását is, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy csak az elmúlt évtizedekben történt egy olyan változás, amelynek következtében a katolikus gondolkozásban más inspirációk is hasonló súllyal meg tudtak jelenni. Tehát egy hatalmas nagy intézménynek, a hatalmas nagy rendszernek a gondolati rendszere megalapozása az, ami ott van Aquinói Tamásnak a, mondom, teológiájában is, és természetesen filozófiájában is. Na most, amit még előjáróban érdemes elmondani, az, hogy Aquinói Tamás filozófiája szemben azzal, amiről beszéltünk az előző előadásban, ugye ott Anselmussal fejeztük be, Anselmuszi ontológiai istenérvel, tehát ott nála egy nagyon jelentős változást fog jelenteni, hogy szemben a középkori filozófiának a korábbi korszakával, amelyik inkább a platoni hagyományhoz kapcsolódott, platoni, illetve új platonikus hagyományhoz, erről is már egy kicsit beszéltünk, és még majd az előadás második felében a nominalizmus kapcsán fogok beszélni. Ezzel szemben Arisztotelésznél, Aquinói Tamásnál egyértelműen Arisztotelész lesz a filozófus, vagyis, hogy ha konkretizálni akarjuk, hogy mit jelent a keresztény hitnek, hittanításnak és a filozófiának az ötvözése, akkor ez Aquinói Tamásnál azt jelentette, hogy ő alapvetően az arisztotelészi filozófiával ötvözte a keresztény tanítást. Na most ennek sok minden tartozik az előzményéhez, meg a következményeihez is. Az előzmények azok, amiről egy pár szót azért szeretnék mondani, mert hogy az tulajdonképpen nem annyira egy speciálisan filozófiai vagy gondolati ok, ami miatt ez megtörténik, hanem egy olyan történelmi ok, hogy ugye a 8. századtól kezdik az arabok meghódítani Európának is bizonyos, tehát Nyugat-Európának is bizonyos részeit, ugye alapvetően Hispániát és Dél-Itáliát, illetve Szicíliát, és a 12. században például egyértelműen a legfejlettebb kulturális szempontból is, de gazdaságilag is legfejlettebb területe Európának, ezek az arab vagy mór területek, még ezen belül is különösképpen Kordóba, ugye
most is Dél-Spanyolországban ugye található nagyváros. Na most azt is hozzá kell ehhez tenni, ugye nem árt elfelejtenünk, vagy nem szabad elfelejtenünk, hogy azért az nem olyan egyszerű, hogy ugye a toleráns keresztény gondolkozással szemben ugye az iszlám az milyen intoleráns, mert hogy hát például ott pont az ellenkezője volt igaz, addig, ameddig ezek a területek mór uralom alatt voltak, addig egy viszonylagos vallási tolerancia volt, tehát magyarán például Kordobában is együtt éltek mohamedánok, keresztények és zsidók. És ez azt jelentette, hogy lehetségessé vált egy nagyon-nagyon aktív kulturális csere, hogy úgy mondjam, és ez azt is jelentette, hogy le lehetett fordítani különböző műveket. Aztán akkor, amikor ugye visszahódították a Reconquista következtében ezeket a területeket, hát a befejeződés ennek csak a 15. század végére fog megtörténni, akkor utána viszont elűzik, kiűzik a mórokat is, meg a zsidókat is. Na már most, tehát ott vannak ezek az arabok, és egy olyan furcsa dolog történt, hogy Arisztotelésznek azokat a műveit, méghozzá a műveinek a nagyobb részét, amiket nem ismertek a korai középkorba, az arabok lefordítottak, illetőleg részben szír közvetítéssel, évszázadokkal korább lefordítottak, és utána arabból elkezdik ezeket fordítani latinra. Na most, hát ugye ez egy elég bonyolult folyamatám, hogy hány nyelven megy keresztül. Ezzel együtt tény az, hogy ami a középkori világ számára a 12. századig rendelkezésre állt, az csak egy kisebb része volt az arisztotelészi írásoknak, és ekkor megnyílik ennek a lehetősége, lesz egy nagyon komoly, óriási fordítói és kommentátori tevékenység. Mondom, Kordobában indul ki, de Kalábriában is ezzel fognak foglalkozni, Szicíliában is. És egyszerűen beömlenek ezek az arisztotelészi művek a nyugati gondolkozásba. Egy ideig van egy nagyon erőteljes elutasítás ezzel szemben, ugye hát itt azért a Róma dönt, és ugye meg helyi zsinatok is döntenek, és tiltják Arisztotelésznek a tanítását, de tulajdonképpen egy pár évtized alatt ez megfordul, és meghódítja a nyugati európai gondolkozást Arisztotelészt, olyannyira, hogy utána ő lesz a filozófus, ez mindennél többet mond, tehát hogy szó szerint, tehát amikor az Aquinói Tamás meg azutáni filozófusok írnak, azt mondják, hogy azt mondja a filozófus, nem mondják azt, hogy Arisztotelész, a filozófus, az Arisztotelész lesz. Na most ez tehát az araboknak köszönhető. Persze az arisztotelészi filozófiának különböző arab interpretációja is voltak. Borzasztó izgalmas, hogy egy hasonló feladatot ők hogyan próbáltak megoldani, mint amit csináltak Európában. Mármint hasonló feladatot, mert ők pedig a Koránnal próbálták valamilyen módon összehozni az arisztotelészi írásokat. És ugyanúgy mentek azok a küzdelmek, hogy akkor ez eretnekség, hogy mi fogadható el, mi nem fogadható el. Tehát ez bizonyos értelemben olyan, ami nagyon ritkán van a történelemben, hogy van összehasonlítási alap, hogy a két területen mi és hogy történt. Na most, ami a számunkra most lényeges, az az, hogy tehát szemben a korábbiakkal, amelyek platonikus, neoplatonikus gyökerekből táplálkoztak inkább, középkori filozófusok, Aquinói Tamás pedig egyértelműen inkább, nem kizárólagosan, de egyértelmű, hogy inkább az arisztotelészi filozófiával fogja összehozni a keresztény tanításokat. Na és akkor most második pontban beszéljünk arról egy kicsit, hogy mik azok, amik alapvető meghatározói az Aquinói Tamás filozófiájának. Hát az egyik, amit alapvetően át fog venni Arisztotelésztől, az a dinamikus dualizmus. Dinamikus dualizmus. Ugye erről beszéltünk Arisztotelész kapcsán, hogy egyrészt nagyon szereti ezeket a fogalompárokat, de ezek egymáshoz nem statikusan viszonyulnak, hanem az egésznek van egy mozgása.
Ugye forma és matéria, erről beszéltünk. Lehetőség és megvalósultság. Ugye vegyük a nagyon egyszerű, nagyon egyértelmű képet, ami ugye a hivatkozási alap is mindig az ilyenfajta gondolkozásnak a számára, ugye az organikus világ, ugye? Ahogy a magból kinő a tölgyfa, meg ahogy a betéből lárva, aztán báb, aztán kifejlett bogár lesz. Ugye ezek azok a folyamatok, aminél lesz lehetne, hogy benne van a lehetősége, és akkor egyre nagyobb mértékben megvalósul az. Tehát, hogy egy ilyen folyamat van, egy ilyen teleológikus szemlélet, tehát célra irányultság az alapvető meghatározója a világnak. Na most ezt a fajta szemléletmódot egy az egyben magáival fogja tenni Arisztotelész is. Na de lesz azért egy olyan lényeges pont is, ami nem arisztotelészi, ami alapvetően azért elkerülhetetlen, mert keresztény gondolkozó, de filozófiai szempontból ott inkább egy plátoni megközelítés fog érvényesülni. Ez az analógiának a gondolata, ami végső soron abban gyökerezik, ahogy a Plátó felfogása szerint ugye az egyes dolgok az ideához viszonyul. Ugye, hogy abban részesül, azt utánozza, az, mint cél létezik a számára, ugye beszéltünk erről, hogy milyen kísérleteket tesz Pláton ennek a megragadására, ez most teljesen másodlagos a számunkra. A lényeg az, hogy ez az analógia, az, ahogy tükröződik valamiben a magasabb rendű megnyilvánulása annak, ez jellemző lesz az arisztotelészi filozófiára. Hát mögötte nyilvánvalóan ott van az, amiről Augustinus kapcsán beszéltünk már, hogy hát ő nyilván nem veheti át a neoplatonikus filozófiából az, hogy emanáció, hogy valami misztikus módon kiömlik a lét abból az ős létező henből egyből, hanem azt mondja, hogy hát az Isten, mint teremtő, hozta létre a teljes egész világot, mint teremtményt. És ha ő hozta létre, akkor az ő keze nyomát hordozza magán minden létező. Na most ennek lesz legalábbis részben egy nagyon fontos következménye, az az alapvető gondolat, hogy a kegyelem nem megsemmisíti, hanem tökéletesíti a természetet. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az isteni valóságnak a keresztény hit szerint üdvtörténetben való megjelenése az üdvtörténetben általában, de kifejezetten és elsősorban Jézus Krisztuson keresztül, és aztán az ezzel találkozó ember, a keresztény hitnek a megélése, az nem megsemmisíti azt, ami különben van, az emberi természetet, meg egyáltalán a természetet, hanem az tökéletesíti. Mert ugye azt mondja, hogy abban benne kell lennie, ott csirájában ott van, meg elrontva, meg a bűneset miatt széttöredezett módon, de ott van az isteni, a természetes létben is, abból kell kibontani, uralomra juttatni azt, amit az isteni eredeti gondolat jelentene. Na, és akkor most nézzük azt a három nagy kérdést, amire már utaltam az előző adásban, amelyek alapvető jelentőségűek voltak az egész középkori keresztény gondolkozásnak a számára. Ugye ezek voltak a hit és tudásnak a viszonya, ugye volt a teológia naturalis, az Isten tan, hogy az Istenről mit lehet tudnunk, és végül volt az úgynevezett univerzális. Hát akkor lássuk, hogy hit és tudás kapcsán mi az, amit mondani tudunk. Ugye eleve miért beszélünk arról, hogy hit és tudás? A kettőnek ugye más forrása van. A tudásnak a forrása az a ráció, az az emberi értelem, ami elvileg minden ember rendelkezésére áll. Bármikor, bárhol, bármilyen kulturális körülmények között születik. A hit, keresztény felfogás szerinti hitnek az alapvető forrása pedig a Szentírás. Ami ugye természetesen nem áll mindenkinek a rendelkezésére, és ez aztán elég sok minden gondot is jelentett
a nehéz kérdéseket vetett föl 2000 éves teológiai gondolkozás számára, hogy mondjuk például mi van azokkal az ember, azokkal a pogányokkal, akik hát nem is lehettek mások, mint pogányok, mert még nem tudtak a Szentírásról, nem tudtak Krisztusról. Ugye? Na most, tehát van két különböző forrás. Na most vannak olyan kérdések a lehetséges ismereti tárgyak közül, vannak olyanok, amelyek egyértelműen a rációnak, az emberi megismerésnek a területére tartoznak, hát csomó minden a természettel kapcsolatos kérdés, hogy most akkor a állatfajták, meg a nem tudom micsodák, hát ez nem szerepel a Bibliában, nincs ezzel kapcsolatban a bibliai tanítás. Sima ügy, ez a tudásnak a területéhez tartozik. Vannak olyan alapvető jelentőségű teológiai tanítások, amelyek nyilvánvaló, hogy csak a Bibliából tudhatók. Krisztusnak a szerepe, a megváltás, a helyettes áldozata, stb. Hát ezek nyilvánvaló, hogy ezeket nem lehet kitalálni az embernek, hogyha leül a tengerparton és elkezd filozofálni. Viszont van a kettő között egy olyan terület, amelyikre nézve mind a két forrásból lehetséges ismerete. Elsősorban az Isten léte, és az Istennek legalábbis bizonyos tulajdonságai azok, amelyekkel kapcsolatban felvetődhet, illetve hát ezt fogja mondani általában a középkori filozófia, hogy lehetséges pusztán racionális úton ismerete, miközben természetesen erre nézve alapvetően a Bibliából lehet biztos ismeretre jutni. És ha visszaemlékezünk rá, akkor ugye ez Anselmusnál is így volt, és volt Fides Querens Intellectum, az megismerést kereső hit. Fides Querens Intellectum. Tehát nem arról van szó, hogy ő addig nem hitt volna Istenbe, ameddig az ő Isten bizonyítékát nem fogalmazta meg, hanem arról van szó, hogy az, amit hisz, amiben nyilvánvalóan ténylegesen is nem volt kételje, hogy azt ő meg akarja érteni, hogy az arra indítsa őt, hogy megpróbáljon átgondolni dolgokat. Na most, tehát alapvetően így működik a hit és tudás viszonyára vonatkozó kérdés, hogy legalábbis a középkornak a végéig, még Aquinói Tamásnál is nem kétséges, a magasabb rendűsége, a rendíthetetlenebb volta annak, ami a hitből, tehát a Biblia alapján származik, de ezzel szemben megjelenik a tudásnak a kérdése, és hát most ebben nem tudunk belemenni, nagyon sok minden érdekes variáció lesz, elkezdve attól, hogy a tudásnak semmiféle létjogosultsága nincsen, vagy legfőjebb csak ilyen segéderő lehet, ugye filozófia, ancilla teológia, filozófia, teológia szolgáló leánya, eladdig, hogy kétféle igazság lehetséges, hogy lehet más az igaz a ráció számára és más a hit számára. Most ez másodlagos a számunkra. A lényeg az, hogy tehát lesznek olyan kérdések, amelyekkel fog foglalkozni a filozófia is, pusztán filozófiai úton, miközben arra nézve, hogy rendelkezik egy teológiai tudással. Na most ennek megfelelően lehetséges az, hogy legyenek olyan emberek, akik teológusok, és ugyanakkor filozófusok is. Sőt, hát gyakorlatilag szinte minden jelentős középkori gondolkozóra nézve ez igaz. Na most lássuk akkor, hogy hát mik a legfontosabbak abban a teológia naturalisban, vagyis természetes teológia, vagyis pusztán a rációból származó teológiában, amit Aquinói Tamás tanít. Hát a leglényegesebb lesz itt az Isten bizonyítékoknak a kérdése. Hát ugye már volt egy Isten bizonyítékunk, az a bizonyos ontológiai istenérv, amit Canterbury Anselmus dolgozott ki, ugye az, aminél nagyobb nem elképzelhető fogalomból kiindulva. Na most mi lesz az érdekes? Ugye azt fogja mondani Aquinói Tamás, hogy nem jó. Ez rossz érv, ez nem stimmel. Na most ez azért fontos mondani, mert annyira rosszat mondtam, szegény Aquinói Tamást, azért jót is illendő, hogy mondjak. Ő, meg egyébként általában a középkori filozófusok, teológusok, ezek azért intellektuálisan tisztességes emberek voltak.
Hát itt nem arról volt szó, hogy most ők akkor minden áron bizonyítani akarnak valamit, és akkor keresgélnek érvet ahhoz, amit ők már úgyis eldöntöttek. Még akkor is, amikor azt mondja, hogy nem kérdés a számára az Isten léte, de azt mondja, így tisztességes, hogy ő azt az érvet, amelyet Anselmus, tehát ő nem látja jónak, szerinte az nem jó érv, az nem stimmel. Hanem helyette lesz ilyen és ilyen és ilyen és ilyen érv. Na most mindjárt vissza fogunk ahhoz kanyarodni, hogy mi az a nagyon fontos alapvető ok, ami miatt Aquinói Tamás azt fogja mondani, hogy az Anselmus Isten érv nem jó. Na most lássuk előbb, hogy milyen érvek azok, öt bizonyítás is van, amit Aquinói Tamás fog használni, ebből három legalábbis az eléggé ugyanarra a kaptafára megy, sőt talán még négy is. Az egyik az egy az egybe Arisztotelésztől származik. Nagyon egyszerű, azt mondja, hogy ahhoz, hogy valami mozogjon, kell, hogy valami mozgassa. Igen, de az, ami mozgatja, hát az maga is mozog, tehát azt is kell, hogy valami mozgassa. De ami azt mozgatja, azt is kell, hogy valami mozgassa, tehát megyünk vissza-vissza. Hát a végtelenség nem mehetünk vissza, tehát kell, hogy legyen valahol egy legelső olyan mozgató, vagy maga nem mozog, de ő az első impulzust adja a mozgáshoz. Ez az első mozdulatlan mozgató, az, amelyik az Isten lenne, hát természetesen Arisztotelész csak így fogalmazza meg, mint az első mozdulatlan mozgató, Aquinói Tamás számára, ő a keresztény Isten. Abszolút ugyanilyen az, amikor ezt a játékot végigcsináljuk az okozattal. Ugye minden okozattal kell, hogy legyen egy oka, de az ok is egy okozat, és ugyanezen az úton eljutunk az okozatlan okozóig. Egy kicsit már bonyolultabb, de tulajdonképpen ez szerint megy az is, amikor esetleges és szükségszerű létezőről beszél, tehát, hogy minden esetleges, ami mögött kell, hogy legyen valami szükségszerű, valami azt feltételező, annak a létét lehetővé tevő létező, és nem lehetséges az, hogy csak esetleges létező legyen. Valahol kell lenni egy első szükségszerű létezőnek, amelyik ugye természetesen szintén Isten lesz. És akkor fog jönni egy negyedik érv, ami azért lesz érdekes, mert itt fogjuk látni azt, hogy azért Aquinói Tamásnál sem kristálytisztán van úgy, hogy csak arisztotelészi háttere lenne az ő gondolkozásának, mert hogy itt azt fogja mondani, hogy minden, ami létezik, az a létben kell, hogy részesüljön. Na de hát az, amiben valami akkor részesülhet valamiben, ha létezik az, amiben részesül az. Tehát a létnek, a tiszta létnek magának is léteznie kell, amelyik természetesen Isten lenne. Na most ezt azért mondom, hogy ez más egy kicsit, mert azért ez erősen arra hajaz, ahogy a plátóni ideattan szerint részesülnek az egyes dolgok a másodrendű valósághoz tartozó konkrét érzéki dolgok az ideában. Ennek egy késői leszármazottja, és egyébként az egész létfelfogás szempontjából ez egy olyan dolog, ami eléggé megnehezíti a mai, az újkori gondolkozás számára, a középkori gondolkozással való közlekedést, hogy hát a mi számunkra ez, hogy lét, nem lét, az annyira egyértelműen ilyen bináris dolognak tűnik, valami vagy létezik, vagy nem létezik. Hát az, hogy valamilyen mértékben, valamilyen arányban létezni, hát ez így nonsensnek tűnik. Na az akkori gondolkozás számára ez nem így volt. Tehát a létben való részesülés az, ami alapvetően jellemzője mindennek, ami létezik, és ennek a csúcsán van az egyetlen olyan létezőként, ami tiszta lét, ez pedig maga az Isten. Na most az ötödik érve az, amelyik tulajdonképpen egy kicsit más jellegű, nem, ami viszonylag már nagyobb mértékben más jellegű, de nem teljesen más. Ez az ötödik érve az, amivel egyébként bármikor, nem tudom, egy mai értelmiségi beszélgetésben, csevegésben is lehet találkozni, hogyha az Isten bizonyíték, vagy Isten létének a kérdése fölvetődik. Ennek pedig körülbelül az lenne a lényege, hogyha
ha vizsgáljuk a világot, a természetet, és látjuk annak a csodálatos összefüggéseit, azt a hihetetlen törvényszerűséget, és hát mindazt a csodát, amit a természet produkál, akkor nem lehet nem gondolnunk arra, hogy a mögött valami egészen hihetetlen az emberinél, sokkal nagyobb intelligencia legyen, aki azt megalkotta. És hát ugye ez lenne Isten. Na most ezek tehát az Aquinói Tamásnak az Isten érvei, és akkor az, hogyha most itt lenne minden diák, akkor nagyon érdekesen lehetne egy kicsit azon eljátszani, hogy vajon most akkor mi is a viszony ezek között az Isten érvek és Anselmusnak az Isten érvek között, és vajon miért nem tetszett Aquinói Tamásnak, Anselmusnak az Isten érve. Nos, hát a válasz erre az az, hogy hát miből indul ki Anselmus? Megalkot egy fogalmat, az, aminél nagyobb nem képzelhető el, és utána egy nagyon-nagyon differenciál, zseniális gondolatmenettel ugye azt fogja igazolni, hogy az, aminél nagyobb nem képzelhető el, az nem lehetséges, hogy csak képzeletbeli létező legyen, annak a valóságban is léteznie kell. Mert hogyha csak képzeletben létezne, akkor el tudnám képzelni annál nagyobbat. Azt az, aminél nagyobb nem képzelhető el, amik a valóságban is létezik. Tehát magyarán, hogy logikai ellentmondást feltételezne az, hogyha az, aminél nagyobb nem képzelhető el, nem létezne a valóságban. Tehát így bizonyítja Istennek a létét. Mi ennek az alapvető struktúra, az hogy néz ki? Az úgy néz ki, hogy van egy fogalom, és onnan indulunk el, és kezdünk el dedukálni valamit, és jutunk el a végén oda, hogy az Istennek szükségszerűen léteznie kell. Ezzel szemben mit csinál Arisztotelész? Arról beszél, hogy kiindulunk abból, hogy itt mozog valami, vagy az, hogy valaminek az oka. Elindulunk a létező, érzékileg is tapasztalható valóságból, és onnan indulunk el, és fogunk eljutni a legmagasabb rendi valóságig. Miről beszélünk itt? Hát gyakorlatilag Platón és Arisztotelészről. Ez az alapvető különbség a két nagy filozófia hagyomány között. Az egyik elindul az ideák valósága felől, a másik pedig elindul alulról. Mint azon a bizonyos nevezetes Raffaello képen, ugye az aténi iskola, a közepén ott áll ugye az ő szakállas Platón, és mutat fel az égre, és mellette ott ugye a generációval fiatalabb Arisztotelész, aki mutat le a földre. Most ez az oka annak, hogy a kettő annyira más, és egyúttal gyönyörű szépen visszaigazolja azt, amiről beszéltünk, hogy van egy ilyen cezúra a középkori filozófiai gondolkozásban, hogy addig, ameddig az arabok nem adták ezt a nagy injekciót az Arisztotelész művekből, addig alapvetően inkább platonikus hagyomány volt meghatározó, majd 10 perc múlva látjuk, hogy ez platonikus vagy neoplatonikus, hogy ezen azért lehet gondolkozni egy kicsit, de minden esetre az az oldala, és aztán Aquinói Tamással pedig az arisztotelészi hatás válik majd meghatározóvá. Na most, amikor erről szó volt először az előadás elején, akkor ugye mondtam, hogy hát sok minden az előzményeihez ennek hozzátartozik ehhez a változáshoz, alapvetően ez a bizonyos alaphatás. És arra is beszéltem, hogy ennek fontos következményei is vannak. Hát igen, az a fontos következménye lesz, hogy az egész keresztény gondolkozást ettől kezdve az arisztotelészi kategóriák, arisztotelészi gondolkozási mód fogja meghatározni. És az egy nagyon nagy kérdés, hogy ez vajon inkább előnyös, vagy hátrányos-e a keresztény tartalmaknak a megfogalmazása szempontjából. És hát akkor rám lehet pirítani egy kicsit, hogy akkor azért lehet, hogy nem csak az a bajom nekem az Aquinói Tamással, hogy ugye ilyen nagy rendszeralkotó, és aki nem annyira az új felé nyit, hanem az is, hogy általában a protestáns gondolkozás számára kevésbé szimpatikus ez az arisztotelianus megközelítés. Tehát akár azt is lehet mondani, hogy pont nem ez a filozófiai nyelvezet az, ami jobban kínálkozna arra, hogy alapvető teológiai fogalmakat meg lehessen azon fogalmazni. Ugye akkor, amikor a reformáció korának a nagy teológiai vitáiban ugye újra leszögezik és nagyon körülbástyázzák a transzubstanciációnak a tanát, ugye a nézve, hogy a kenyér és bor,
az ostya, az Krisztus testévé, vérévé változik a misében, ott hivatkoznak arra, hogy hát ahogyan ezt a legalkalmasabban megfogalmazták a régiek. Tehát, hogy ez a legalkalmasabb nyelvezet. Az a szubstancia, akcidenciák, stb. Azok az arisztotelészi fogalmak, amelyeket használnak. Hát ez kérdés, hogy ez így van-e, ez valóban egy jó, vagy nem annyira jó nyelvezete. Na, tehát ennek nagyon messze menő teológiai következménye is lesznek, amire azonban most természetesen nem tudunk kitérni. Amiről viszont még beszélhetünk röviden, az az, hogy hát az Isten létének a bizonyítása mellett a másik olyan téma, amivel nem minden vonatkozásában, de bizonyos vonatkozásában a filozófia, tehát a pusztán a rációból kiinduló gondolkozás is foglalkozhat, az az Istennek a tulajdonságai. Tehát, hogy milyen tulajdonságai vannak az Istennek, mit tudhatunk az Istenről. Hát itt röviden csak annyit tudok mondani, hogy eddigre már nagyon szépen ki fog alakulni az a kétféle teológiai megközelítés, az a kétféle mód, az a kétféle út, vagyis kétféle via, vagyis út, amiből az egyiket úgy mondjuk, hogy via negationis, és a másik pedig a via affirmationis. Na most mi a via negationis? Szokták negatív teológiának mondani, persze borzasztóan félrevezető, mint hogyha az valamilyen rossz dolgokat mondaná, nem erről van szó, hanem az, amiről beszéltünk már az újplatonikus filozófia kapcsán, vagy a plotinoszi filozófia kapcsán, igazából ott jelenik meg nagyon erőteljesen ez a bizonyos negatív teológia, amelyik azt mondja, hogy mivel az Isten teljesen más, mint ami ez az immanens valóság, amit mi ismerünk, ezért az Istenről nem lehet semmi olyan tulajdonsága, amilyen van ennek a világnak a dolgainak. Tehát legfeljebb tagadni lehet azokat a tulajdonságokat, amelyek ebben a világban jellemzőek. Tehát, hogy időtlen, hogy határtalan, hogy romolhatatlan, stb. Tehát tulajdonképpen alapvetően fosztó képzős kifejezések azok, amelyekkel az Istenről beszélni lehet. A másik út lenne ugye a via affirmationis, amelyik pedig azt feltételezné, és alapvetően ehhez az aquinói gondolkozáshoz azért ez közelebb áll, amelyik azt mondja, hogy hát mivel a kettő között van egy kontinuitás, ugye? Erről beszéltünk, analógia van. Hát az Isten teremtette a világot, ugye? Az ő keze munkája, az ő keze nyomát hordozza magán, ezért az Istenre jellemzőek olyan dolgok, amelyek ebben a világban is megvannak, de a legfelsőbb. A legjóságosabb, a legbölcsebb, stb. Na, ez kétféle megközelítésmód, amelyik végig fog vonulni a filozófiai, illetve teológiai hagyományán az egész nyugati gondolkozásnak. És akkor néhány szó még az utolsó pontról, erről a bizonyos univerzálé vitáról. Ugye beszéltünk arról, hogy a középkorban újra és újra ez a nagy kérdés elő fog kerülni, és ugye leegyszerűsítve, de azt mondtuk, hogy hát igazából ez a filozófiának a nagy kérdése. Ugye ez az, ami miatt azt mondhatta Whitehead, hogy az egész nyugati filozófia története nem más, mint lábjegyzetek Plátonhoz. Valóban az alapvető kérdés ott jelenik meg, az alapvető rácsodálkozás erre az egészen döbbenetes jelenségre, hogy mi van bennünk, hogy működik az emberi tudat, hogy egyrészt ott vannak az érzetadatok, az érzékszerven keresztül érkező információk, és másrészt van a fogalmi gondolkozás. És ez a kettő, ez egyszerűen sehogy nem hozható össze egymással, vagy teljesen más természetű, ugye? Tetszenek emlékezni, azt mondtuk, hogy nem lehet apirosat elképzelni, nem lehet lerajzolni a háromszöget, mert az lehet ilyen is, meg ilyen is, egyenlő oldalú, és tompaszögű, és nagyon egyes szögű, és nagyon-nagyon sok mindenféle lehet. Tehát teljesen más a fogalom, mint amilyen az érzéki valóság. Na most ezek az általános fogalmak, hát ezek micsodák, ezek hogyan értendők, ezeknek miféle fajta létük van? Na most gyakorlatilag ennek a Platón ideafogalom, ami ugye modifikálva Arisztotelésznél a forma nevet fogja kapni, Arisztotelész formának hívja ezt, lényegében ez lesz, amit univerzálénak fognak hívni a
középkori filozófusok, ugye abból a megfontolásból, hogy ezek az általános tulajdonságok, ezek az egész univerzumban szét vannak szórva. Ugye piros tárgyak és fából lévő tárgyak és stb. Azok a világon bárhol előfordulhatnak. Nem a világnak egy bizonyos helyileg meghatározható helyéhez kapcsolódnak. Univerzális. Tehát az általános fogalmak némi leegyszerűsítéssel, hogy ezeknek mi a státusza. Na most ugye ezzel kapcsolatban lehet általában ugye az van, hogy szokták hogy ezt a két vagy három fő választípust megkülönböztetni. Ha kettő, akkor azt mondjuk, hogy realizmus és nominalizmus. Ennél azért jobb, hogyha azt mondjuk, hogy realizmus, konceptualizmus és nominalizmus. Mindjárt látjuk, hogy miért. De még egy kicsit ezt is lehet tovább specifikálni. Itt nagyon lényeges lesz azt mindenki jegyezze meg. Ha elfelejti, akkor nincs kegyelem. Tehát az a lényeg, hogy a realizmus kifejezés egyike azoknak, amelyeknek nemhogy nagyon sokat változott a jelentése az évszázadok során, hanem a teljes ellenkezőjébe ment át. Ugye ha ma azt mondjuk, hogy ki a realista, hát az, aki úgy két lábbal a földön áll, és aki úgy ott amúgy nagyon a megfogható valóságra tekint. Na most a realizmus a középkori filozófiai gondolkozásban pontosan az ellenkezőjét. Hát olyan értelemben az ellenkezőjét jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy akik szerint az általános fogalmak, ide a forma vagy univerzális, valóságos léttel bírnak, vagyis akik szerint ezek dolgok, resz, dolog, valóságos dolog, azok a realisták. Na most ezzel szemben lenne az a másik megközelítés, amelyik azt mondja, hogy ezek konceptusok, vagyis fogalmak, ezek a mi agyunkban létező fogalmak csak, és a valóságban nincsenek a mi gondolkozásunkon kívül. És egy harmadik választípus lenne, amelyik azt mondja a nominalisták, hogy ezek csak nómenek, ezek csak nevek, amiket mint cédulákat mi ráragasztunk dolgokra. Erre is, meg arra is, meg arra is ráragasztjuk azt, hogy szék, odaírjuk rá, hogy szék. És ezt ilyen, ez funkcionálisan nagyon fontos lesz, ez nekünk meg fogja könnyíteni azt, hogy bánjunk a világ dolgaival, de tehát ezek szerint ezek az általános fogalmak csak nevek lennének. Na most ebben a nagy vitában képviselne Aquinói Tamás egy olyan viszonylagosan jó középutat, vagy egy ilyen szándéka lenne, mint minden más kérdés kapcsán egyébként ebbe is, ugye ennek a bizonyos középútnak. Ugye kiegyenlíteni próbál, ugye ez a lényege, ugye annak alapján lehet integrálni. Tehát ő azt mondja, hogy ezek a fogalmak, ezek valóban a mi tudatunkban léteznek, de ugyanakkor a dolgoknak a lényegét fejezik ki. Tehát tulajdonképpen egy is, egy et, amiről a teológia történeti előadást lenne, akkor szépen el lehetne mesélni, hogy hogyan lehet ezekkel, ebben a két fajta megközelítéssel a legjobban leírni azt, hogy a protestáns és katolikus gondolkozási típus hogyan fog elkülönülni majd. Az egyik, amelyik integrálni próbál, et, ugye a katolikus gondolkozás, és a másik pedig, ami a programatikus szava lesz a protestantizmusnak, ugye a szólus, ugye? Szólus Krisztus, csak Krisztus, szól a fide, szól a grácia, csak hitből, csak kegyelem által, stb. Körülbelül a felénél tartunk az időnek? 47 percnél tartunk. Akkor az nagyon jó. Egyébként igen, a mostani hallgatók nem tudják, hogy egy fő hallgatóság most is itt jelen, egy kedves kollégám, aki segít nekem felvenni az előadást, illetőleg hát segíti azt, hogy ne a falnak kelljen, hogy beszéljek. Nos, tehát Aquinói Tamással elér egy csúcsot. Egyrészt a középkori filozófia, és ha nagyon akarjuk, akár még azt is mondhatjuk, hogy hát egy teljes másfél ezer éves folyamat, hogyha Nagy Sándortól indulunk ki. Azt is lehet mondani, hogy bizonyos értelemben ugyanolyan jelenségű, mint ami sok minden másban is megjelenik ott körülbelül ebben a korszakban, hát ha az építészetre gondolunk, a gótikus katedrálisok.
Tehát azért a keresztény gondolkozás, meg építészetnek az egy valami egészen káprázatos, hát beteljesülésem, de technikailag is minden benne van már, és ugye ahogy kifejeződik annak az égbe törő vonalaival, tornyaival, csúcsíveivel, egy alapgondolat az abban tökéletesen megvan, de ha nagyon akarjuk, akkor az irodalom történetből utalhatunk Dantéra, akinek az isteni színjátéka az a keresztény gondolkozásnak egy hát egészen egyedi, nagy teljességű foglalata. Nos, tehát ez itt van a 13. század, a középkori keresztény Európának a virágkora, a csúcsa, és aztán egy-két nemzedékkel később elindul egy teljesen más folyamat. Elindul tulajdonképpen ennek az európai világnak az eresztékeinek a szétzilálódása. A legkülönbözőbb okok játszanak ebbe közre, gazdasági, társadalmi, szociális okok is. Ezeket nyilván nem tudja ki sorra venni, ami különösképpen is lényeges lesz az az, hogy kulturális szellemi értelemben is elég jelentős változást fog jelenteni az egységnek a szétbomlása, aminek egy nagyon konkrét oka lesz az, amit úgy hívnak, hogy a pápák avignoni fogsága. Tehát akkor, amikor gyakorlatilag az egyház a francia királynak a politikai függvényévé válik, és ennek lesz kifejeződése az, vagy következménye az, hogy Rómából Avignonba, Dél-Franciaországba helyezik át a pápának a székhelyét is. És aztán utána lesznek két, meg még három pápának a választása is. Tehát tulajdonképpen az a kulturális szempontból egyértelműen mindent meghatározó egységes nagy erő, amelyik összefogta ezt a keresztény Európát, ez kezd szétzilálódni. És sok minden más is van, amiről hát nincs igazából most idő, mód, hogy beszéljünk, hanem inkább akkor ennek a filozófiai következményeiről. Amiről most fogunk beszélni ebben a 40 percben, azt a nevet kapta itt, hogy nominalista filozófia, amire mindjárt mondhatom, hogy nem is igaz, mert pont a nominalista filozófiáról igazából nem lesz szó, mármint hogyha a szónak a szigorú értelmébe vennénk, ahogy erre az előbb utaltam Aquinói Tamásról beszélve a fél előadásnak a végén, tehát kifejezetten az univerzálikkal kapcsolatos álláspont, amit említettem, hogy ezek csak nevek, ez meg fog jelenni majd a 14. században, de tulajdonképpen nincsen meg annál a két filozófusnál, az elsőnél semmiféleképpen, a másodiknál is inkább csak úgy előkészítve van, akiről viszont beszélni fog kelleni majd, ez Duns Scotus és Occam. Na most, tehát ezért szoktak egyébként filozófia történeti könyvekben sokszor úgy jelenik meg, hogy a 14. századi filozófia, ami hát akkor ugye nem próbál semmilyen tartalmi meghatározást adni, hanem csak utal a korszakra. Való igaz, ugye ez azt jól mutatja, hogy nem a 13. században vagyunk már a középkori Európának a csúcsa, és nem a 15. században vagyunk, ami pedig már a reneszánsz. Egyértelműen a reneszánsz, sőt, hát a reneszánsznak már az a vérbő valósága, 1400-as évek Itáliája, sőt, hát annak a második felében ez majd kezd már onnan kiterjedni Európának más területei felé is. Tehát a kettőnek a határvidékén járunk, ahol sok minden oknál fogva kezdenek megkérdőjeleződni azok a realitások, amelyek a középkori Európát alkották, filozófiai szempontból is, és egyúttal bizonyos csirákként megjelennek olyan új dolgok, amelyek majd a következő évszázadokban, az újkori filozófiában meghatározóvá fognak válni. Na most, hogyha kifejezetten már a filozófiai részére gondolunk ennek a korszaknak, akkor ott nagyon érdekes változások lesznek, ilyen váltások fognak történni. Az egyik az, hogy szemben az addigi középkori filozófiával, amire azt mondhattuk, hogy ennek intézményileg a központja az Párizs volt. Ez megváltozik, és ez át fog kerülni Angliába.
A Párizs egyébként nem azt jelentett, hogy ezek mind francia származásúak lettek volna, hát ugye Canterbury Anselmus is Itáliában született, meg Aquinói Tamás is. De intézményi szempontból, tehát ahogy a jogi meg az orvosi egyetemnek, a bolonyai meg a padovai egyetem volt a legerősebb ezekből a szempontokból, filozófiai szempontból a Párizsi egyetem volt a 14. századig a meghatározó. Ez át fog kerülni Angliába. Azon belül is elsősorban az Oxfordi Egyetem, hát ugye a két angol egyetem akkor már megvolt, Oxford és Cambridge, Oxfordban lesz a központja annak az új gondolkozásmódnak, amiről most fogunk beszélni. Na most azért ez nem véletlen, és egy nagyon érdekes jelenség, hogy miközben valóban úgy van, ahogy erről már egy héttel ezelőtt beszéltünk, Canterbury Anselmus kapcsán, hogy az, ami ma van Európában, mint Európai Unió, meg egység, az meg se közelíti azt az egységet, amilyen kulturális szempontból a középkorban volt. Egységes latin nyelv, abszolút egységes műveltség, tehát minden további nélkül Írországtól Dél-Itáliáig és Dél-Spanyolországtól a észak-keleti német területig lehetett közlekedni. Tehát ugye ez volt jellemző a középkorra. Ennek ellenére már ekkor meg fog jelenni egy karakteres jellege az angol száz gondolkozásmódnak, ami a későbbiekben aztán egyre inkább érvényesülni fog. Majd amikor a következő alkalommal beszélünk racionalista és empirista filozófiáról, és egészen a 20. századig, ahol szintén még mindig alapvetően azt mondjuk, hogy van a kontinentális filozófia és van az angol, tehát most már angol száz filozófia, mondjuk Amerika is alapvetően oda tartozik. Ez egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, hogy ez vajon miért van, de valóban így van, hogy az angol száz gondolkozásmód, megközelítésmód, gondolkodói attitűd, az már akkor is érvényesült. Hát, hogy mi ez, erre legegyszerűbben azt lehetne mondani, hogy a tapasztalathoz való nagyon nagy vonzódás, a megfigyelés, a leírás, az analízis. Tehát ez a fajta gondolkozásmód szemben az elvontabb, más jellegű, inkább a fogalmi szférában otthonosan mozgó gondolkozással, ez az, ami az angol száz gondolkozással jellemző volt már ekkor a 14. században is. Nos, tehát ez volt az egyik. A másik az, ami hát ugye a mai ember számára ez is olyan furcsának tűnik, de ez egy nagyon lényeges különbség szintén. A középkornak a nagy részében, tehát egészen eddig a 14. századig a legtöbb filozófus és teológus is azok a domonkosok, a domonkos rendhez tartoznak. Ez nem véletlen, mert a domonkos rend az kifejezetten avval a céllal jött létre, hogy az eretnek mozgalmakkal vegye föl a küzdelmet. Ez elsősorban a mai Dél-Franciaország területén lévő, egy időben nagyon erőteljes, virulens eretnek mozgalmakat jelentette, meg hát azon túl, hát Milánóban is ezek nagyon erősek voltak, meg hát sokfelé. Na most hát ennek a küzdelemnek voltak nagyon, hát mai naptól visszatekintve igen ellenszenves megnyilvánulásai, mondjuk a nem helyesen gondolkozóknak az elégetése. Ennél kevésbé ellenérzés keltő az, hogy a szellemileg a védelmezése úgymond a helyes tanításnak. Tehát ami kialakította azt a gyakorlatot, hogy a tanítók, a kifejezetten tanító rendként a teológiát művelő, meg a filozófiát művelő rendként működtek a domonkosok. De hát igen, alapvetően úgy, mint apologéták, tehát akik védik a meglévő egyházi tanítást. Na most tehát a domonkosokkal szemben a ferences rend az egy egészen más jellegű rend volt. Ugye azt talán többek tudják, ugye az elindítója ugye a maga Szent Ferenc. Ő ugye, hát ő kivonul a meglévő világból, otthagyva a
a vagyont, a gazdagságot, és létrehoz egy olyan közösséget, amelynek az lenne az alapvető célja, hogy visszatérni az újszövetségi világnak a valóságához, annak az egyszerűségéhez, a szegénységhez, stb. Stb. És hát hosszú időn keresztül az nagyon kérdéses, hogy egyáltalán hajlandó-e elfogadni az egyház, hogy legyen ilyen. Ez a nagyon borotva élen táncol, hogy őket is, mint eretegeket elpusztítani akarják-e, vagy pedig, ami a másik megoldás volt a középkorban végig, hogy megpróbálni beépíteni őket, integrálni. És ez történik, és lesz belőlük egy szerzetes rend, egy hatalmas, hát jó értelembe vett sikert arató szerzetes rend, akikre azonban gyakorlatilag végig sokkal inkább jellemző, tehát az ellentéte annak, mint ami a domonkosokra, az innováció, általában az új felé való nyitottság, és ehhez kapcsolódóan általában egy kritikai szellem. Tehát teljesen érthető az, hogyha az a 14. századi filozófia, amelyik alapvetően a megörökölt hagyománnyal szemben új utakat kezd keresni, az elsősorban ferencesekhez kapcsolódik. Na most, tehát angol, oxfordi ferencesek lesznek elsősorban, akik ennek a filozófiának a művelői. Egy harmadik olyan általános jellegzetesség van, amiről még beszélni kell, ami egyébként kicsit kapcsolódik ahhoz, hogy ferencesekről van szó. Ez pedig az, hogy visszafordul az Aquinói Tamás kapcsán említett változás, hogy Platón helyett bejön Arisztotelész. Itt megint el fog indulni egy nagyobb hangsúly a plátoni filozófiára. Illetőleg ez nem egészen ilyen közvetlenül van, most nagyon, ha elfogadjuk ezt a sémát, hogy arisztoteliánus és platonikus hagyomány, és inkább erre vagy arra építő filozófia, akkor lehet mondani, de a platonikus hagyomány ez elsősorban jelenti a Szent Ágostonon, Augustinuson keresztül a középkori világban jelenlévő neoplatonikus, újplatonikus, avagy plotinuszi filozófiát. Biztos tetszenek emlékezni, hogy az újplatonizmus kapcsán mondtam, hogy nem vagyok benne olyan biztos, hogy szerencsés ez a terminológia, hogy akkor azt mondjuk, hogy ő ebben a ketté választott mezőben ahhoz a dologhoz, ahhoz az oldalhoz tartozik. Azért itt szó sincs arról, hogy amilyen egyértelműen azért összehasonlíthatatlanul jelentősebb az arisztotelészi elem Aquinói Tamásnál, mint a plátóni, arról azért nem beszélhetünk, hogy ilyen egyértelmű lenne fordítva a neoplatonikus filozófia esetében. Ugyanolyan érvénnyel lenne szerintem jogos azt mondanunk, hogy ez egy harmadik nagy filozófiai hagyományt jelent, ami Plotinosznál megjelenik. Na most, az, ami a Plotinosznál megjelenik, abból pedig nagyon sok közvetítődik az egész keresztény gondolkozás felé, Ágostonon keresztül. Erről beszéltünk már ugye az elmúlt alkalommal. Na most ennek sok minden fontos következménye van, hát egy eleve azt is jelenti, hogy az ő számukra nem jelent olyan nagy problémát, hogy akkor, amikor ő kritika alá vonják, vagy elkezdik egy kicsit megkérdőjelezni azt a nagy rendszert, ami kialakult, akkor a számukra az nem jelent problémát, hogy ők az arisztotelészivel szemben ugye másik vonalon indulnak el. Na most ennek egyébként lesz egy olyan nagyon érdekes aspektusa még, hogy szemben a nagyon hangsúlyosan intellektuális megközelítéssel szemben ennek a gondolkozásnak a számára nagyobb jelentősége van az akaratnak, az emóciónak, tehát ezeknek az aspektusoknak, és ennek lesz egy olyan nagyon-nagyon plakatív megjelenés, ami egy nagyon érdekes jó gondolat azt mondják, hogy hát az, hogy ez mennyire nem úgy van, hogy az intellektusa lenne a fontos a hit megélésében, meg a teológiában szemben az akarattal, meg az egyéb vonatkozásával az embernek, az nagyon jól mutatja az, hogy sokkal nagyobb bűn az Istent nem szeretni, mint nem ismerni, vagy valamit félreérteni belőle. Nagyon
nagyon szép mély gondolat, ami hát mutatja ennek a megközelítés módnak az egyik fontos aspektusát. Na hát ez általában volt igaz, tehát arra a gondolkozási folyamatra, amelyiknek tehát két figurája az, akiről beszélni tudunk. Az egyik ugye a Duns Scotus nevet viseli, ugye skót ír, utal ugye a Scotus kifejezése, akit úgy hívtak, ez jellemző volt arra a korra, hogy ilyen beceneveket adtak. Ő volt a szubtilis filozófus, tehát amivel azt akarták kifejezésre juttatni, hogy nagyon differenciálta, nagyon finoman, nagyon finom fogalmi megkülönböztetéseket használva filozófált ő. Egyébként nagyon érdekes, még 40 évet sem élt, vagy talán ilyen 40 év körül. Tehát egy viszonylag fiatal életet, óriási életművet hagyott hátra. 13.-14. századnak a határán filozofált. Na most abból, amit a sok mindenből, tulajdonképpen egyetlen kérdés lesz az, amit megpróbálhatok valamennyire elmondani, ami elég nehéz lesz, mert az antik filozófiától megörökölt egyik nagyon nehéz és nagyon bonyolult problémának egy újfajta válasza lesz az, ami megjelenik Duns Scotusnál. És ami egyébként sok szempontból egy nagyon fontos előrejelzés arra nézve, majd a modern újkori, úgy értem, tehát reneszánsztól elinduló újkori filozófiában fog megjelenni. Ez pedig az individuációnak a kérdése. Ugye, tehát ez jelenti az individuális létezőt. Ugye, tehát emlékszünk Arisztotelész számára, és Arisztotelésztől kezdve, ez egy ilyen általánosan elfogadott dolog, hogy hát igen, vannak az egyedi dolgok, ez meg az, meg az a negyedik és a százmilliómodik szék, amelyik ugye mind ezekre mindig az, hogy szék, és akkor, amikor ezeket jellemezni akarok, akkor leírjuk az egyes dolgokat, akkor ugye ilyen fogalmakat, általános fogalmakat használunk, amelyek ugye egy bizonyos hierarchiába rendeződnek. Ugye, tehát ez már Arisztotelésznél megjelenik egyértelműen a három szintje ennek. Az egyik ugye a species, lesz a faj, a másik a neme, ugye a genus, és akkor ennél még feljebb lesz a kategória. Ugye, idézzük csak föl, hogy néz ki ez, amikor azt mondjuk, hogy piros, és akkor azt mondjuk, hogy ez a piros általános fogalom, ez a színek alá tartozik, tehát egyike a színeknek, a szín pedig a, mondjuk az anyagi létezőknek, kiterjedéssel bíró dolgoknak a jellemzője. Ugye erről beszéltünk már, hogy a Beethoven 5. szimfóniájára nem mondhatjuk, hogy piros vagy zöld vagy kék, nincs ilyen tulajdonsága, annak más tulajdonsága van, ami viszont nem lehet egy széknek tulajdonsága. És ugye is tényleg képszerűen azt mondtuk, hogy tehát ilyen mint egymás melletti piramisok fognak elhelyezkedni, azok az általános tulajdonságok, amikkel a dolgokat le tudjuk írni, és akkor elérnek egy csúcspontig, ugye a legáltalánosabb fogalomig, ami a kategória, és ezek pedig már egymás mellé vannak rendelve. Ugye? Tehát az, hogy mondjuk egy helymeghatározás van, és akkor a legfőbb azt mondjuk, hogy egyáltalán, hogy valahol van, és egy időmeghatározás, akkor ezek már egymás alá fölé nem rendelhetők, ezek egymás mellett vannak. Beszéltünk ugye arról, hogy most az Arisztotelésznél most 10, vagy csak 8, vagy lehet, hogy csak 6 kategória van. Mindegy abból a szempontból, hogy tehát vannak kisebb, nagyobb általánossággal bíró fogalmak, amelyek szépen hierarchiában rendeződnek. Jó. Na de akkor, ha azt mondjuk például, hogy ilyen alapvető faj a fogalom, az, hogy ember. Az a lényege. Szokratésznek, kollega úrnak, meg nekem, ehhez tartozunk, ember. Van ennek egy leírás, egy racionális állat, mindegy. Na de, hát hogy tudjuk megkülönböztetni az egyik embert a másik embertől? Mi biztosítja azt, hogy valaminek individuális léte legyen?
Na most erre volt egy olyan hagyományos válasz, amelyik azt mondta, hogy hát az a matéria lesz, az a matéria lesz. Hát egy más matériája anyaga van az egyiknek, mint a másiknak. Na most nem tudunk belemenni, hogy milyen bonyolult okfejtésen keresztül fogja kimutatni azt Dunscotus, hogy ez nem lehetséges. Az anyag az nem adhatja az egyedi tulajdonság, az egyedi identitását valaminek, tulajdonképpen nincs, akkor nem matéria lenne, hanem forma lenne, hogyha identitása lenne. Lényegében ez fogja. Tehát azt fogja mondani, hogy az egész addigi hagyománnyal szemben szükségünk lesz alárakni még egy negyedik általános, ez még egy általános dolog lesz, ami annak az individuumnak a jellemzője. Aminek ugye normál körülmények között téridőbeli identitása van, kollega úr hazamegy, meg 5 év múlva nem tudom hol lesz, én sem, mozgunk időben, megy velünk együtt, saját magunk maradunk. De az alatt, azon túl, hogy emberek vagyunk, van egy olyan fogalmilag, elvileg megragadható lényegünk, ami bennünket egyik, másik vagy harmadik emberré tesz. Na most ennek nem érdekes lenne, de nem az az igazán fontos most egy ilyen nagy általános áttekintésben, hogy ez most milyen érveléssel, hogyan jut el ideig Dunscotus, hanem azért lesz nagyon fontos, mert itt egészen konkrétan, filozófiailag megfogalmazva megjelenik az individuumnak a fontossága, az individuális létezőnek a fontossága. Ez abszolút nem volt jellemző általában az egész középkori hagyományra. A filozófiai hagyományra sem, illetőleg ezen túlmenőleg mondhatjuk azt, hogy az egész kultúrának, az egész gondolkozásmódnak a jellemzője az individuumnak a nem túlzottan lényeges szerepe volt. És következő héten látni fogjuk, hogy ez az egyik, hanem a legfontosabb jellemzője annak a radikálisan újnak, amelyik meg fog jelenni majd a reneszánszal. Na most tehát az individuumnak a középpontba kerülése az, aminek egy valóban nagyon szubtilis módon való filozófiai előkészítése az, ami már meg fog jelenni Dunscotusnál. És azt gondolom, hogy ez azért is fontos, hogy azért azt jól érzékeljük, bár azt hiszem erre már a legelső adásban tettem utalást, hogy miközben egyrészt nem kerülhető el, hogy ilyen kategóriákat csináljunk, például periodizálás szempontjából, és azt mondjuk, hogy ilyen korszak, olyan korszak, hogy akkor ebben a korszakban ez a tárgykör, vagy ez a filozófiai stúdium, ami elsősorban fontos, ebben a korszakban a másik, akkor megint egy harmadik. Hát azért itt azért sokszor nagyon hosszú átmenetekről van szó. Tehát amikor azt fogom mondani, hogy ez az újkornak, a újkori gondolkozásnak a legfőbb jellemzője, hogy individuum központúság, akkor azért mögötte látnunk kell az, hogy ez hogyan indul el ennek ez a finom előkészítése, és hát itt speciál abszolút egy filozófiai módon, tehát nem azon a módon, ahogy majd akkor látjuk, hogy megjelenik a hatalmas erejű, hogy hívják, teremtő erejű, individuum, a zseniális alkotó művész, meg a zsoldos vezérnek a figurájában, hanem itt egy nagyon finom, abszolút, teljesen még a korabeli megörökölt filozófiai vitának a keretei között tesz meg egy olyan lépést, amelyik már ilyen értelemben előre fog mutatni. És akkor most lépünk tovább az utolsó témánkhoz, ugye ez pedig az okkámi Vilmos, vagy William Okkám, lehet sokféleképpen, mert szoktam mondani, hogy azért ne úgy írják fel, hogy OV, mert akkor még végül félreértésekre adhat ez okot. Aki csak egy nemzedék vagy egy fél nemzedékkel fiatalabb Dunscotusnál, és
ugye azt mondtam már a legelső felvezetőnél, hogy ugye a sok minden között, amiről nem fogunk tudni beszélni, ez a filozófusoknak az élete és egyebek, mert hát hogy ezt meg lehet találni bármelyik lexikonban vagy az interneten is. Az ő esetében azért mégis egy kis ilyen utalást érdemes tenni, mert az önmagában is egy nagyon érdekes jelenség. Ugye beszéltünk arról, hogy ferencesekről van szó. Na most a ferences rend kapcsán az ő idejében és az ő közvetlen személyes érintettségével volt egy hatalmas nagy csatározás, aminek a lényege az körülbelül az volt, hogy a pápa kötelezni akarta a ferences rendet, hogy vegye a tulajdonába azokat a kolostorok, épületek, stb. Tehát mindazt a vagyont, amit ők használtak. És akkor a ferences rendnek az egyik része ezt tudomásul vette volna, és a másik része pedig azt mondta, hogy nem hajlandó. Na most hát három vezető figura volt, aki ebbe a harcba beállt, hát persze ez kapcsolódott sok minden más, és aztán ez átment abba, hogy alapvetően a pápával szemben a zsinat lenne az, amelyik a legfőbb döntéshozó szerve kéne, hogy legyen az egyháznak. Sok mindenről szó volt, de minden esetre ez egy nagyon lényeges téma volt, és hát ennek következtében Occami Vilmost a két olasz szerzetes társával együtt kiátkozza a pápa. Na most azért ez úgy érdemes megállni egy perc, azért ez egy elég szép történet. Ugye általában a világra nem az jellemző, hogy emberek azért vállalnának martíriumot, hogy semmiféle tulajdonuk. Na most itt ebben az esetben ez történt, egyébként aztán ő ugye a pápával szemben álló császárnak Bajorországba fog menekülni, és hát aztán nem tudjuk az életének a végét, de hát ugye van egy ilyen mondás, hogy te védesz engem karddal, én meg téged tollal, mondta volna. Minden esetre a lényeg az, hogy Occami Vilmos tehát eddig elmenőleg áll ki azért a meggyőződésért, hitért, amit mint sajátosan ferences szerzetes a magáinak vallott. Ez azért tartom fontosnak elmondani, hogy ez itt nehogy ilyen félreértés legyen, minthogyha amikor azt mondjuk, hogy a középkori világnak a megrendülése, meg az eresztékek, stb. Hogy ez azt jelenti, hogy akkor attól ugye elhanyatlanak, vagy meggyengül a hit, erről szó sincsen. Az egy sokkal később modernkori jelenség. Itt még más hitfelfogásról van szó, de hát itten nagyon égő hitű emberekről van szó adott esetben. Na, hát ez jellemző Occami Vilmosra, akkor ami vele kapcsolatban elmondandó, az egyik, ugye mondtuk azt, hogy a neve is, a beceneve az volt Duskotusnak, hogy a szubtilis filozófus, tehát aki ilyen nagyon finom fogalmi distinkciók alapján. Tulajdonképpen ez fogja lehetővé tenni ezt a nagy újat, amit ő föl fog vetni az individuációness témájába, tehát hogy mi az alapja annak, hogy individuális létezőkről tudunk beszélni. Na most ez a szubtilitás, ez abszolút jellemző Occami Vilmosra is, de egy más területen fog különösképpen is érvényesülni. Egy nagyon modern, azt mondhatjuk, egy olyan témakörben, ami a 20. századi filozófiában is nagyon jelentős szerepet játszik, ez pedig a jelentéstan, illetve a nyelv és fogalmak és valóság. Ennek a viszonyrendszernek a témája az, amiben egy nagyon karakteres, fontos állomást fog jelenteni Occami Vilmosnak a filozófiája. Na most a leglényegesebbre utalva azt mondhatjuk el, hogy Occami Vilmos nagyon szépen megkülönböztet kétféle viszonyt, ami egy jel és egy jelzett dolog között lehetséges. Van egy abszolút önkényes, konvencionális viszony lehet, és lehetséges, hogy az egy természetes viszony legyen. Ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, az önkényes az, amikor én bármilyen módon jelezhetek valamit, az a lényeg, hogy megállapodunk, hogy mostantól fogva ezt így fogjuk hívni. A másik esetben pedig azt mondjuk, hogy hát az azért az kapcsolatban van. Valamit
abból, amit jelez, valamit hordoz magán az a bizonyos dolog. Valamilyen mértékben értelemben hasonlít rá. Na most mit fog ez jelenteni? Azt fogja mondani Okkámi Vilmos, hogy a nyelvünk, a természetes nyelvnek a szavai, azok alapvetően konvencionális jelek. Hát ez teljesen nyilvánvaló. Mi azt mondjuk, hogy ez asztal, az angolok az, hogy table, és ez lehet dert is, és la tavola is lehet 3000 féle szóval lehet illetni. Semmiféle valós kapcsolat nincsen a szó és az azáltal jelölt dolog között. Hát nagyon-nagyon vékonyan van a nyelvnek, ugye ezek a hangutánzó, meg hangulatfestő szavak, itt-ott talán valami ilyesmi van, tehát alapvetően nem ez jellemző 99%-ig a nyelvre, hanem azt, hogy önkényes az, hogy milyen jellel fejezzük ki azt a jelölt dolgot. Na már most, azt fogja mondani azonban Okkámi Vilmos, hogy az, amit ezek az önkényes jelek jelölnek, az nem az, ami kint a külvilágban van, hanem az az agyunkban létező egy mentális valóság. Egy mentális valóság, és utána az a mentális valóság, ami pedig a jele lesz a rajtunk kívülálló világnak. Tehát mit fog mondani? Azt fogja mondani, hogy én mondhatom azt, hogy asztal, the table, der tisch, stb. Ezzel én jelzem azt, ez a jele annak, ami a tudatomban lévő olyan valóság, ami viszont jelzi azt a dolgot, ami rajtam kívül van, és ott viszont már egy természetes kapcsolat van. Ott már van egy valóságos kapcsolat. Most erre egyébként ugye példaként nagyon jól lehet használni, azt mondja, hogy ahogy a füst jelzi a tüzet, az is egy jelzést jelent, de ott van egy kapcsolat. Vagy ahogy a feljajdulás jelzi a fájdalmat. Ott is van egy természetes kapcsolat. Na most ugye ez önmagában is érezzük, hogy egy milyen tényleg nagyon finom különbségtétel. Na most ennek nagyon fontos következményei lesznek. Az egyik, az csak erre utalok, hogy itt megjelenik tulajdonképpen az csirájában, ami majd a 20. századi gondolkozásban nagyon lényeges lesz, ugye hát az újkori logikában, a megkülönböztetés, a jelentés és a jelölet, vagy a jelölt dolog között Frégénél és az egész 20. századi logikai, szimbolikus logikában, ez egy abszolút alapvető jelentőségű dolog lesz. Ennek tulajdonképpen ez csirájában megjelenik már itt Okkámi Vilmosnál. De lesz egy másik nagyon fontos következménye is ennek, és ez az, ami már nagyon szépen mutat majd a nominalizmus felé. Mit fog mondani Okkámi Vilmos? Azt fogja tehát mondani, hogy azok az általános fogalmak, amelyeknek a jelei azok a szavak, amelyeket használunk, azok valóban nem léteznek a valóságban, úgymond a tudatunkon kívül. Azok csak a tudatunkban léteznek. Azok jelölnek a külvilágban lévő dolgokat, de azok nem léteznek a tudatunkon kívül. Na most ennek lesz a következménye, az, aminek hát kapcsán a leginkább ismert Okkámi Vilmosnak a figurája, ugye az Okkámnak a borotvája, ezt így hívják ugye a filozófiában. Na most mi ennek a lényege? Azt mondja, hogy tehát ha ebből indulunk ki, és ez így van, akkor semmi szükség azt feltételeznünk, hogy ezek a fogalmak realista módon elképzelve léteznek a tudatunkon kívül is, ami ugye az alapvető platóni megközelítés lenne, ezzel megkettőznénk csak a valóságot. Szükségtelen módon megkettőznénk a valóságot. Le tudjuk így, ez így korrekt leírni ezt a dolgot, nem szükséges az, hogy feltételezzük, hogy ezeknek önálló léte van ezeknek az általános fogalmaknak. Na most tehát ez azt jelenti, hogy amire nincsen szükség, erre a valóság megkettőzésre, az szépen egy borotvával ki kell magasni. És ebből lesz azután persze egy ilyen általános szempont, amire használják ezt az Okkám borotváját, ami pedig úgy fog szólni, hogy általában a filozófiai
nem fejlődés a filozófiai magyarázatokban, a minél minimálisabb elemből álló magyarázatra kell törekedni. Tehát magyarán, hogyha valamit lehet 8 okból magyarázni, meg 3 okból, akkor jobb az, amelyik kevesebből le tudja vezetni azt a dolgot. Hát körülbelül olyan most egy példát hozva, amikor azt mondják, hogy igen, itt van egy rendszer, és akkor van ebben 6 axiómája, akkor valaki azt mondja, hogy járjunk meg, hát nincs szükség a negyedikre, mert a második meg a hatodikból levezethető az a negyedik, tehát akkor nyugodtan borotvát vehetünk, és kivághatjuk belőle azt, ami nem szükséges. És azt hiszem, hogy körülbelül a vége felé is járunk ugye az időnek. Talán még igen, akkor annyit lehet még hozzáfűzni, hogy az egyik, hogy tehát itt tulajdonképpen már csirájában megjelenik a nominalista gondolkozásmód, bár ez majd a későbbieknél, a tanítványoknál válik majd egy nagyon karakteres, ellenkező megközelítésé, mint ami ugye a realizmus volt. Avval együtt, hogy már a korai középkorban is megfogalmazódott a nominalista magyarázati lehetőség is, de ez az okkámi Vilmos utáni korszakban válik majd meghatározóvá. Tehát, hogy ezek a bizonyos általános fogalmak, ezek csak nómenek, ezek csak nevek, amelyeket mi használunk. Még radikálisabb felfogásai is lesznek ennek. Na most még egy gondolat, ami azért ennek kapcsán érdekes lehet, hogy vitatható, hogy milyen mértékig joggal vagy nem, de a későbbi teológiai nagy vitában, ugye majd a reformáció korában a katolikus és a protestáns felfogásnak a szembenállásánál, ott ez egy erőteljes tényező lesz, hogy a protestáns felfogást azt nominalistának fogják tekinteni, úgy fogják, különösképpen katolikus mondjuk kritika felől azt szokták mondani, hogy ez tulajdonképpen ennek a nominalista eltévejedő Okkámi Vilmosnak a hagyatéka, és hogy ez jellemző a protestáns gondolkozásra. Hát nem tudunk belemenni abba, hogy ez most mennyire jogos vagy nem jogos, hát azt minden esetre lehet mondani, hogy hát szemben avval az ortodox, tehát avval az apologétikus gondolkozással, amelyik a filozófiában és a teológiában is ugye tovább él a katolikus gondolkozásban, és aminek a nagyon hosszú századokig Aquinói Tamás lesz a szilárd bázisa, hát ezzel szemben itt egy nem csak filozófiai szempontból, természetesen a Okkámi Vilmos is teológus egyúttal, és az úrvacsoratarra nézve van nagyon karakteres tanítása. Hát szóval itt minden esetre megjelenik egy ezzel szembeni kritikai megközelítésmód, amelyik valóban a protestantizmusban fog egy egyháztörténelmi, sőt hát világtörténelmi jelentőségű eseményé válni. Ez lett volna a mai előadás, és akkor jövő héten fog.